Csabával, Csabával még személyesen nem találkoztam, de Facebookról ismerjük egymást. Kaptur József vagyok, a Szent István Pálinka Lovagrend Egyesületnek, a Sói Egyesületnek az elnöke. A többieket már valószínűleg mindenki ismeri. Nem húznám az időt, de kettő fontos dolgot szeretnék elmondani. A szakmába abszolút nem szólok bele, mert azért ide van nekünk egy zsűri elnöke, aki meg most szeretném megköszönni a legjobb tisztelettel előre a munkáját. Illetve még a protokollhoz hozzátartozom még egy dolog, hogy a elnökváltás követően szeretnék a legjobb tisztelettel a legköszönő elnökünknek ezt a tagok nevébe ezt az ólomkristály kis pálinkás poharat, ott van a kapja, majd el ne törjed, meg 6 drappás gravírozott pohárra a 4 éves munkáját megköszönni a legjobban. És a szakmához azért nem szólok vele, mert két prominens személy fogja az egészet irányítani, és biztos vagyok benne, hogy legalább ugyanolyan jól fog sikerülni, mint korábban is a versenyünk. Annyi, hogy mivel Edit a zsűri elnöke, a legnagyobb tisztelettel kérek mindenkit, hogy fogadjon szót neki. Én már láttam mérgesen, azt meg beszéljünk, a hostesseink tudják a dolgukat, már kivannak az első minták öntve, körülbelül 7000 poharat kell a mai nap ugye váltásban, mosogatás, szállítással kihozniuk. Remélem, mivel nem ez a dolguk, nem ez a szakmájuk, sőt, polgármester is van köztük, de mivel pártoló tagunk, tiszteletben tagunk, a legjobb tiszteletben ő is jön és hoszteszkedik, hogy fogadjátok őket azzal a, hogy mondjam, megértéssel, hogy nem ez a munkájuk. Vagy mondták, vagy nem mondták, 13 órakor jön a meleg ebéd, ott fogunk ebédelni szembe, illetve a helyi polgármester vaddisznók törköltet főzött tegnap, és azt pedig majd este érném a tangó harmonikásunk Elemér bácsi a zenéje mellett elfogyasztjuk, és mindenki addig érzi jól magát, amíg úgy érzi, hogy a kontroll is rendben van. Én be is fejezem, mindenkinek jó munkát kívánok. Most fogunk menni napközben, hogy lesznek benne csereberék is, minden asztalnak van asztalfőnöke. Minden asztalnak van asztalfőnöke, azt elmondanám. Így megyek sorba, egyes asztalnál az Akati Panikó, kettes asztalnál Borsos Boton, hármas asztalnál Ágotai Zoli, most a négyes asztalnál László Norbert, a hetes asztalnál Pavlicek Csaba, a hatosnál Belati Csantal és az ötös asztalnál a Csalók Erdő. Ez azt jelenti, hogy a bírálat során mindenkinek megfelelő véleménye lehet ugye a tételekről is van is. Ha nincs véleményegyezés, akkor az asztal főnök fog dönteni. Ha nagyon nem tudtok egy tételben dönteni, azért vagyunk nagyjából páratlanul, mert ahol most párosan ülnek, ott azért van, mert olyan is, hogy egy gyakorlásképpen van benne. Nagyon nem tudtok dönteni, akkor szóltok, és átkerül a tétel egy másik asztalhoz. Többen vagytok olyanok, akik más versenyeken is jártatok, amit a Berci álmodott, én kiegészítésként annyit szeretnék mondani, hogy kerek egész mondatokat kérünk szépen a pálinkákról. Jó, 2-3 szó oda vetve nem elég. Tessék szíves leírni, mehet szóltan. Szép kerek egész mondatokban tessék szíves leírni a pálinkákat, minősítése. És én azt kérném szépen, hogy miután nagyon reméljük, hogy ezen a versenyen is az lesz, hogy kevés vacak tétel, hanem lesznek szép tételek. Én kérem szépen, hogy minden egyes tételről legyen részletes leírás, és csak az a tétel kapjon egy adott érmet meg, amelyik azt tényleg megérdemli, és ezt értsétek jól. Igyekszünk minden asztalhoz dedikálni egy hölgyet, aki felfog, vagy urat, aki felfog nektek szolgálni, azokra az asztalokra fog figyelni, úgyhogy vele ismerkedjetek meg, és a szempontokat is vele tartsátok, hogy a ti ütemetekbe érkezzenek a tételek. Thank you.
Károlyban eltelt egy év. Igen, eltelt egy év, de nem egy évvel ezelőtt találkoztunk, hanem nem is olyan régen. Örülök újra, hogy megtiszteltetek bennünket. Mi köszönjük a meghívást. A Pálinka bírálat órái kezdődtek el nemrég. Így van, 7 zsűri asztalnál 3-4 fős bíráló asztalokkal elkezdtük, és hát mindenkit ismerünk, határon innen és határon túlról jöttek okleveles pálinka bírálók, és innen kezdve a szakma dönt a mintáknak a sorsáról. Mennyi időt vesz igényben? Egy teljes napot? Általában igen, mert azért kiszámoltuk, hogy körülbelül 45-50 mintát fog egy-egy bíráló lebírálni. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 4-5 liter vizet is elfogyasztanak fejenként, mert hidratálni kell, illetve sajt, alma, ilyen semleges étel, falatkák, kiflis, puha kifli, ezek a hozzá valók ahhoz, hogy igazából az egész napos bírálat jó sikerüljen, és egyenes derékkal álljanak föl a bírálóink. És hát te magad is pálinka készítő vagy, hogyha jól fogalmazok, pálinka főző vagy pálinka készítő, most adtál le letételt? Talán annyi pontosítást, hogy magán főzők csak pálatot készítenek, pálinkát mi nem készíthetünk, de igen, így használjuk a köztudatba. Én egy egymenetes, 4 lépcsős főzőm van, nem a hagyományos kisüstis, és ezzel tavaly 14 különféle pálatot készítettem. Nagyon szeretem, hobbi, illetve 4 éve okleveles pálinka érzékszer bíráló vizsgával is rendelkezem már. Van-e olyan, előfordul-e olyan az évek során, hogy ha valaki mondjuk tavaly aranyérmes volt a bizonyos leadott étele, de az idei évben nem. Mi változhat olyankor, vagy fordítva, tavaly ezüst, és most bizony aranyat érdemel? Mind tudnak változtatni? Van még hova fejlődni? Amúgy nagyon egyszerű a válasz. Ha ugyanaz a bíráló bírálná, mondjuk tavaly is, meg az idén is ugyanezt a mintát, akkor már beszélhetnénk arról, ha nagy különbségek lennének, hogy miért. De így meg szubjektív, mert az a pálinka főző vagy bérfőző, aki vállalja azt, hogy egy adott versenyre, nemzetközi versenyre elküldi a mintáit, azt is vállalja, hogy ott milyen megmérettetés kap az adott minta. És ugye nem vagyunk egyformák, érzékszer bírálók, de azért odafigyeltünk arra most, hogy minimum 3-an vannak egy asztalnál, azért ott már lehet egy közös konszenzus kialakítani, és ez a legfontosabb igazából. És mi az, amit el lehet rontani? Mi az, amiből tanulni lehet? A legfontosabb a pálinka főzőknél az úgynevezett szakmához a megfelelő alázat. Szóval ezt, aki komolyan veszi magát a főzést, azok nem kezelik le magát az egész folyamatot, és alázatosnak kell lenni, és minden alkalommal a hibáinkból tanulni, és így fejlődhetünk. Mert hogy itt nem hogy csak díjakat kapnak, de hogyha jól hallottam itt az elején, hogy olvashatják, vagy megtudhatják a főzők, hogy mi az, ami miatt esetleg nem lett aranyérmes? Ugye a 4 kategória van, amit te mondtál, arany, ezüst, bronz, illetve oklevél minősítés, és természetesen minden egyes mintát, amit kivisznek a hostessek az asztalokhoz, 4-szer 5 pontos bírálati rendszerbe, a bírák eldöntik közösen, hogy mi kerüljen rá, de nagyon fontos, hogy minden egyes mintát lebírálnak úgy írásos formában, hogy ezt majd eredetben meg is kapja, vagy ha nem jön el az eredmény hirdetésre, akkor mi kipostázzuk. Magyarul mindenki készhez kapja majd az értékelést. És ha ez a mai nap lezajlott, akkor pedig következik majd egy másik alkalommal az eredményhirdetés? Így van, május 13-án Veszprémbe, a Vármegye Háza Szent István termébe lesz az ünnepélyes eredményhirdetés, ahová mindenkit várunk,
ti természetesen ott lesztek, forgattok, és hát a versenynek a fővédnöke az agrárminiszter úr, illetve itt azért még el lehet mondani, a védnökök pedig a főispán úr, valamint a Veszprém város polgármestere Porga Gyula úr. Fontosak a kapcsolatok az egyesületnél? Nagyon fontosak, hiszen ebből tudunk építkezni, további tapasztalatokat szerezni. Bennünket is hívnak versenyekre, az idén már nem is tudom hány versenyen voltunk. Ez nem nagy képesség, hanem tényleg van, amit vissza is kell utasítanunk, mert egy időben két helyen nem tudunk jelen lenni, de fontos a kapcsolattartás, illetve a szorosabb ilyen, legyen az a Máté Szalkán, vagy legyen az Nagy Konizsán, az az adott egyesület, de a kapcsolatokat tartanunk kell. Ha nem turkálok túlságosan, illetve nem vagyok tolakodó, az egyesület fennmaradása, működése. Én itt gondolok, az elején megkérdeztük, hogy például egy tulipán pohár, egy darab, hogy mennyibe kerül. Honnan tudjátok ezt megfinanszírozni, de fogadtak-e segítséget? Egyik az, hogy pályázunk, írjuk a pályázatokat, több-kevesebb sikerrel, de erre a versenyre is a Betlen Gábor alapkezelőn keresztül pályáztunk, és nyertünk egy bizonyos összeget. Igen, drágák a tulipános poharak, de a tagdíjunk sem kevés, mert saját magunk döntöttünk arról, hogy a fennmaradáshoz, illetve a tovább lépéshez szükséges van egy bizonyos tagdíj emelésre, de megoldjuk, mert támogatóink is vannak. Hát ezt kívánom, hogy maradjon is így, és köszönjük szépen, hogy beszélhet. Én köszönöm, további szép napot. Egy év, ismét itt vagyunk a pálinka bírálaton. Mennyit étel érkezett? 300 fölötti ételünk van, 350-360 körülbelül. Gyakorlatilag az átlagot tartottuk, amit tavaly előtt. Nagyon szép tételek érkeztek, amiket én azért megvizsgálgattam, mielőtt kikerülnek az asztalokra, a zsűri asztalokra. Rengeteg szőlőnk érkezett, általában a szőlő azért mindig több és több, és nagyon-nagyon szép tételeket tudnak vele készíteni a nevezőink. Több országból is érkezett, Szerbiából érkezett, Felvidékről érkezett hozzánk minta. Akkor a bírálói csapatot összeszedtük, megkértem, illetve több meghívót küldtem ki a bírálóknak. Nemzetközi bíráló csapatunk van. Szerbiából jöttek, a Szent Miklós pálinka lovagrendnek a bírálói, akkor Bükről a Bükki pálinka rendnek a bírálói is itt vannak, szakképzett bírálók, sőt több nagy név is, hála Istennek, hozzánk került, a Adamik Anikó, például ő a Gyulai Pálinka Fesztiválnak a szervezője, akkor a Pavlisek Csaba, Perkátár, a Perkátai versenynek a versenyigazgatója, ők mind nagyon elismert szakemberek, sikerült őket egy asztalhoz ültetnünk a bírálat szempontjából, és nagyon magas színvonalú bírálatról van a szó itt Solyban, a Szent István Pálinka rend versenyén. Te neveztél-e valamilyen tétellel? Én nem nevezek a saját versenyünkön, kicsit etikátlanak tartom azt, hogyha én neveztem volna. Én úgy gondolom, hogy más versenyeken kell az én tételemet megmérettetni, és ott eldöntik, hogy hogyan dolgozok, vagy milyenek lesznek a tételeim. Hát köszönöm szépen, hogy beszélhettünk, és sikereket, és hát Veszprémben majd találkozunk. Én is nagyon szépen köszönöm, és jövőre ugyanúgy várunk mindenkit, minden nevezőt Veszprém megyéből is. Thank you.
tavalyi évben téged tiszteletbeli taggá avattak. Mi történt azóta? Igen, így van, a tavalyi évben én is az Egyesület tagja lehettem, ami nagyon örültem neki, és egy megtiszteltetésnek éltem meg. Azóta eljött az ideje ennek az idei versenynek is, az Egyesület szakadatlanul dolgozott, míg az én csak kis mértékben vettem ki eddig a működésükben a részemet, de minden egyes alkalommal igyekszem nekik segíteni. Úgyhogy erre a mai rendezvényre is ezért érkeztünk a kedves feleségemmel, hogy az ilyen jellegű felszolgáló munkákban tudjuk őket segíteni. És miért pont ebben vállaltad a részedet? Nem volt ember, vagy úgy érezted, hogy ezen a részen is helyt, hiszen te polgármesterként dolgozol egyébként, vagy polgármester vagy? Igen, polgármesterként tevékenykedem Vilonyán, de az Egyesületnek én is ugyanúgy tagja vagyok, mint bárki más, és első szóra úgy gondolom, hogy éltünk a lehetőséggel, illetve a felkérésre, hogy ezt természetesnek vettem, és vesszük is a későbbiekben is, hogyha ilyen jellegű megkeresés érkezik, az első munkától az utolsóig próbálunk ebben részt venni. Én bevallom őszintén, én saját magam pálinkát nem főzök, úgyhogy ezt a szakmai részét mindenképpen a nálam sokkal jobban hozzáértőkre bízom és hagyom. De jó a közösség, gondolom. A közösség teljesen jó, a szakmaiság úgy gondolom, hogy magáért beszél, és azt hiszem, hogy a rendezvény is eléri azt a célját, amiről ez az egész megmozdulás szól. Mit gondolsz arról, mennyire fontos így a térségben, illetve az embereknek átadni a kultúrát pálinka fogyasztásnak a fogalmát? Az egész lovagrendnek az egyik alapja, azt hiszem, hogy pont ez, amit te most említettél, és itt a jelenlévő akár versenyzők, akár bírálók ezt mind-mind hirdetik, és nagyon remélem, és talán én is azt tapasztalom, hogy ez egy jobban eljut akár a fiatal, akár az idősebb közösség célközösség felé, és remélem, hogy mindenki ezt megfogadja, és ennek megfelelően a kultúrát pálinka fogyasztás módját választja. Hát úgy legyen, köszönjük szépen, hogy beszélhetünk, és hát engedünk is a bokros teendőjére. Köszönöm szépen. Azért a felhívást intéztél. Minden évben igyekszünk, ugye ez elindult egy ilyen nagyon jó kis baráti eseményként ez a verseny, és sokat dolgozik azon a csapat, hogy szakmailag minél magasabb színvonalra emeljük fel mind a háttérszervezést, ami ugye nem kis feladat, mint pedig azt, hogy a szakértő bírálók olyan minősítéseket adjanak a tételekről, amiből az ide nevezők meg tudják, hogy miért kapták azt a minősítést, illetve egyre több versenyen most már célként tűztük azt ki, sok versenyen bírálok magam is, hogy igenis a versenyzők csak akkor kapjanak érmet egy-egy tételre, hogyha az tényleg szép. Tehát hál' Istennek ma a magán- és bérfőzetők már túl vannak azon, hogy csak azért kapjon egy érmet, mert sikerült neki elkészíteni egy neutrális alkoholt valamit, hanem igenis kezdjük el azt díjazni, amikor szépen a gyümölcsöt is vissza tudják adni a pálinkákba. A bíráló csapat erre képes, én nagyon remélem, hogy a tételek is bizonyítani fogják, hogy sok tétel nem fog azért kiesni, mert esetleg ezeknek a kritériumoknak nem felel meg. Mi nem csak a mai napon, de ugye az azt követő veszprémi eredmény, ünnepélyes eredmény hirdetésen is látunk azért olyan embereket, akik rendszerűen járnak. Vannak egyébként új emberek, új arcok? Igen, itt most kifejezetten cél is volt az Egyesület részéről, hogy próbáljunk meg segíteni az eredeti célkitűzéseknek megfelelően, nem csak az Egyesület tagjai szerezhessenek tapasztalatot, és azzal a úgynevezett bírálói körrel, akik ugye versenyekre járnak, és ugye sok tudást gyűjtöttek már össze, hogy ne csak az Egyesület tagjai találkozzanak velük, hanem vannak közöttünk olyanok is, akik ugye külhoni, de magyar területről jöttek, és hogy ők is ismerjék meg ezeket a bírálókat, és tudjanak tapasztalatokat szerezni. Úgyhogy van körökben, most a körünkben is vannak olyanok, akik először vannak itt ezen a rendezvényen. Van olyan, akit több éve próbáltunk már hívni, de nem tudott eddig eljönni, most hál' Istennek igen tudott mondani, és persze vannak a visszatérő, stabil, nagy szakértelmű bírálóink. És az asztalok, a bíráló asztalok ültetése, hát az sem mindegy, ahogy mi ezt tapasztaltuk.
Igen, tavaly is készült már ültetési rend, az első évben is. Idén ugye, miután volt beleszólásom is, és a versenyigazgatóval, Györfi Bercivel meg is beszéltük, hogy kik lesznek meghívva bérelónak. Igyekeztem úgy összeállítani az asztal beosztás, hogy minden asztalnál üljön egy nagy gyakorlattal, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, és úgy tudok melléjük ültetni olyanokat is, akinek mondjuk vagy kisebb gyakorlata van, vagy bizonyos gyümölcsökből nincs meg akkora tapasztalata, vagy egyáltalán csak nem jár versenyekre, de nagyon jó orral rendelkezik, és mondjuk sokat tud tanulni a bírálatról magáról egy szakértő bírálótól. Alapvetően én azt mondtam, hogy demokrácia van az asztaloknál, tehát természetesen mindenkinek a véleménye egyformán számít, mert hogy azért itt nem hozzá nem értők, hanem csak is hozzáértők vannak. Tehát sok olyan van az asztaloknál, aki rendszeresen főz, különböző más italokat is készít, gyümölcsöse van, és természetesen ugye jár versenyekre bírálni, tréningezi magát. De hogyha eltérés lenne egy tétel esetében, akkor azért van egy asztalfőnök, aki megmondja a tutit. Nem úgy hallom, ahogy itt járkálok az asztalok között, hogy lenne ebből probléma, azért elég gyorsan konszenzusra jutnak. Ez is mutatja, hogy magas a képzettsége ezeknek a bírálóknak. Pont arra akartam kiukadni, hogy ugye te vagy a bíráló bizottság elnöke, ha jól fogalmazom, és te nem ülsz asztalnál. Miért van ez? Mi a feladatod ilyenkor? Már most kétszer is volt olyan tétel, amihez oda hívtak, hogy vagy nem szeretné ő eldönteni az a csapat az adott tételről, hogy mi legyen a minősítése, mert mondjuk különleges előfordul, hogy van egy-egy különlegesebb gyümölcs, és van itt olyan asztalunk, asztalfőnökkel, aki szertágazó tapasztalattal rendelkezik, legalább három ilyenünk van, de az összes többi is, aki mondjuk egy nagyon különleges gyümölcsökkel is szembe találkozhatott, és akkor azokhoz az asztalokhoz, tehát ha kérik a véleményemet, én nem szólok bele a bírálatba, de meg tudom erősíteni, hogy jól érzik, vagy nem jól érzik, de nem szólok bele a bírálatba, és hát próbálom a hátteret is irányítani ezek, de nem nagyon kell, mert nagyon jó csapatunk van, tehát jól csinálják a dolgukat. Leginkább nekem ez a szakmai támogatás a feladatom, és figyelni, nyomon követni, hogy haladunk a bírálattal, illetve én menet közben cserélgettem az asztaloknál ülőket, azért, hogy mindenki tudjon mindenkivel bírálni, mindenkitől picit más lehet tanulni, és tudom nagyon, hogy a szakértő bírálóknak időnként egy-egy kevésbé gyakorlott tud olyan aroma jellemzőt mondani, hogy azt aztán ők is viszik magukkal. Tehát itt mindenki tud mindenkitől tanulni, mint bármelyik versenyen az országban. Arra volnék még kíváncsi, hogy a tavalyi évben, akik ismét küldtek tételt nektek, hogy ott volt olyan kritérium, ami miatt mondjuk nem lett aranyérmes a pálinkájuk. Hogy változtattak-e, tehát megfogadták-e a tanácsokat, ezt mennyire tudjátok megtapasztalni ilyenkor? Akkor fogom tudni megmondani, ha lement a verseny, mert ugye addig titkosak a nevezői adatok, tehát ugye addig én csak a fajtákat mondom meg ugye a bírálóknak. Én azért azt látom, hogy évről évre javul a minőség mindenkinek, és azt is tudom mondani, hogy azért van egy olyan nevezői kör, akit ugye én látom a nevezett tételeket, ugye a bírálók anonim bírálnak, de én ahogy látom a nevezőket, én tudom, hogy nekik biztos, hogy a legtöbb termékük magas minőségű, és vannak aztán, akik új nevezőként jönnek, hát őket mi is várjuk nagy szeretettel és meglepetés, hogy milyen termékeket tudnak, mert nincs előminősítés. Tehát nem néztem végig a tételeket, nem volt egy csapat, aki előminősített volna, hanem itt most dől el majd minden egyes tételnek a sorsa. És hát te országszerte vagy és tevékenykedsz. Van-e valami változás, akár a jogszabályban, akár a pálinka főzésben? Jelen pillanatban hál' Istennek nyugalom van, azt lesz számítva, hogy volt tavaly egy nagyon asszályos évünk, amikor ugye szinte semmilyen gyümölcs nem volt. Idén az első fagyot megkapták a már virágban lévő csonthéjasok, úgyhogy nagyon reméljük, hogy az a rengeteg füstölés és melegítés jó eredményre jár. Szinte nem volt megint eső pont abban az időszakban, ami kritikus lenne, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémánk az maga a gyümölcs, illetve hát az, hogy a pálinka előállítása akár egy bérfőzdében, akár egy kereskedelmi főzdében ugye óriási rezsiköltségekkel jár. Ugye az otthon főzés az más, mert azt a legtöbbször nem számítják be a rezsiköltséget a pálinka előállításba, akik ezt otthon teszik. Úgyhogy hát ilyen szempontból van változás, hogy mindenki őrizget a jó kis pálinkáját, mert sajnos nem biztos, hogy idén is lesznek jó gyümölcsök, tavaly nagyon kevés gyümölcs volt, ami Magyarországról jó pálinka lett volna, és hát ugye a konzervgyárak, a lekvárosok, mindegy, ugyanazokra a gyümölcsök lelőnek, plusz a friss fogyasztás. Úgyhogy csak ennyi, most pálinka szabályozás tekintetében egyelőre remélem,
reméljük, nincsen változás, de sose lehet tudni, mit hoz a jövő. Hát kívánjuk, hogy ez minden rendben legyen, úgyhogy sikereket kívánunk. Köszönjük szépen! Adom a naptárában, mert be volt vésve ez a mai nap, a bírálat. Mennyire tartotta fontosnak, hogy ilyen kis településre is ellátogasson? Üdvözlök én is minden tévénézőt és téged is. Fontosnak tartom, a saját versenyemet 7 éve kezdtem el egy ennél kisebb településen szervezni, ami most már egy hatalmas nagy dologgá nőtte ki magát. És úgy gondolom, hogy itt olyan a mind a háttérszemélyzet, mind a zsűri elnök, mind a zsűrinek az összetétele, hogy bátran adom ehhez a szakmaisághoz én is a nevemet, minek után a szakmaiság, az ECTE részletekbe menő szakmaiság az alapja, amivel meg kell tisztelnünk a nevezőt, aki elkészítette ezeket a párlatokat. Tehát nagyon fontosnak tartottam, és örülök, hogy itt lehetek. Fontosak ezek a pálinka mustrák, hogyha nevezhetem? Én úgy gondolom, hogy igen, mert ma még mindig egy olyan bevált sztereotípia van sok magánfőző között, hogy én főztem, az én gyerekem, akkor ez a legjobb. A szomszéd is azt mondja, de hát ugye a magyar baromira szeret potyázni, tehát minden pálinka finom tud lenni, ugye? Meg minden alkoholos ital, hogyha ingyen van, ezt szokták így a népi oldalról is megközelíteni. És nagyon-nagyon ritkán merik kimondani barátok egymásnak azt, hogy hát figyelj, ez nem sikerült. És a versenyek például azok, vélemény szerint azok adták meg azt a löketet, hogy egymásnak egy versenybírálati szempontrendszer szerint értékeljük a pálinkát, tehát elmondjuk azt, hogy figyelj, tök jó az illata, de az íze az valószínűleg, hogy egy túl hűtött defragmációs lepárlással során készült, ezáltal visszafogottabb az íze, vizes, vékony, egysíkú a szájérzete harmóniában, rövid a gyümölcs, ezt mondjuk speciál ne nevezd ide vagy arra a versenyre, mert a bírák úgy is ki fogják dobni. Aki meg nem versenyez, nekik is ezzel az oktató szándékkal szoktuk elmondani ezeket a dolgokat. Az eszközök, a pálinka főző eszközök minősége, az sokat jelent? Hát úgy gondolom, hogy igen. Igen, de ez egy ilyen nagyon összetett kérdés, hiszen úgy gondolom, hogy azt szokták mondani, hogy 70% múlik a cefrén, 30% múlik a főzőmester tudásán. Én azt szoktam mondani, hogy 90% múlik a természeten, és a Jóistenen, ahogyan megteremti nekünk a gyümölcsöt. Utána megint megoszlik az a maradék a cefrézés és a lepárláson, és hát nyilvánvalóan maga a berendezés típusa, műszaki adottságai is nagyon-nagyon fontosak. A jó párlat készítéshez, de az igazán kimagasló párlat készítéshez tök mindegy idézőjelben, hogy milyen csili-vili 10-20 milliós berendezése van valakinek, hogyha nincs benne egy saját alázat, egy saját stílus, amit az a párlat utána képvisel. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy egyedi stílusjegyeket vigyünk a párlatunkba. Úgy főzzük, nyilván úgy cefrézzük, úgy főzzük, úgy pihentessük azt a készterméket, és akkor higítsuk, és higítás után is úgy tároljuk annyi oxigénnel, stb., hogy azok az aromák ténylegesen tökéletesen alakuljanak ki, akkor tud egyedivé válni egy pálinka. Lehet-e különbség a között a nevező között, aki a gyümölcsös kerttől kezdve készíti a pálinkát, vagy aki csak főzeti és nem lát rá annyira? Hát sajnos mindenféle megbántás nélkül az a tapasztalat, hogy sok
bérfőzetett termék sajnos még mindig nem üti meg a hát ki kell, hogy mondjam, az iható szintet. Tehát ugye kétféle bérfőzde típus van, az egyik a professzionális, akinek a vendég az első és a szolgáltatást azt maximálisan nyújtja, illetve van a másik, aki azt mondja, hogy tök mindegy neki, az a lényeg, hogy legyen jó sok pálinkája, nekem jó sok pénzem, és akkor engedi bele az elejét, végét, stb. Tehát úgy gondolom, hogy ha valaki vásárolja a gyümölcsöt, vagy saját maga szedi a gyümölcsöt, vagy termeszti a gyümölcsöt, és beleviszi a saját energiáját a mosástól a feldolgozásig, az akkor jó eséllyel van az ott már, hogy jól is fogja megfőzni. Ami poharat fog a kezében. Engem leginkább a kulturált pálinka fogyasztásnak a miértje, vagy a hogyanja érdekel, hogy mitől lesz valami kulturált pálinka fogyasztás. Nem a mennyiségtől gondolom, azt is, hogy hogyan isszuk a pálinkát. Szerintem Magyarországon nincs kulturált alkoholfogyasztás alapvetően. Talán a borkultúránk az, ami jelenleg nagyon-nagyon jó irányba halad, a sörfogyasztási kultúra szintén. De ez sajnos ez is egy kimondatlan tény, hogy a tömény szeszes ital fogyasztás sokkal kulturáltabban tud fogyasztani egy konyakot egy szivarral, egy illető, vagy egy viszkit, vagy akármit, de a pálinkánál még mindig sajnos az van, hogy feles pohár behűtve a vendéglátó egységeken, és nincs meg ez a szép grappás poharunk, ugye, tehát ez a tulipán forma. Ugye alapvetően, hát most ebbe egy picikét azért több is van töltve, mint kellene, mert alapvetően ennek körülbelül a fele az, amit mondjuk egy ilyen degusztáción meg tud jó ízűen kóstolni egy ember. Ugye ez az öblös forma okozza, ugye ez itt összegyűjti az illatokat fölfele, ez az ívelő, hát ennek is vannak kinyíló, szűkülő változatai, ugye itt csúcsosodnak ki ugye az illatok, és akkor ugye ez egy írsai olivér szőlőpálinka. Ugye mindig azt nézzük, amikor kóstolókat tartunk, vagy pálinka vacsorák is most már kezdenek így, hál' Istennek így létrejönni, hogy mennyire intenzív az az illat, mennyire jellemző az adott gyümölcsre a pálinkába található aromák összessége. És akkor utána, tehát itt is a belső versenykóstoláson is maximum ennyit kóstolunk meg, és utána értékeljük a gyümölcs karaktert ízben is. Ugye ennek egy kicsi visszafogottabb íz, gyümölcsössége van, inkább egy ilyen csokoládésabb, nehezebb magolajos stílusjegye, ami nem probléma, mert nem technológiai hibás ez a termék, de alapvetően itt már azért billegnek, úgymond így a pontszámok egy értékelésnél. Utána ugye megvizsgáljuk magát a szájérzetét, hogy milyen teste van, gerince van magának az alkoholos italnak. Nézzük a simulékonyságát, a mozgékonyságát, milyen az olajossága, hogy kellemesen mozog-e a víz, az olajok és az alkohol hármas egyben. És a legvégén, ugye amikor lenyeltük, akkor pedig azt nézzük, vizsgáljuk benne, hogy milyen hosszú az a gyümölcsösség, az, ami megmarad, milyen érzet marad, meg milyen a lecsengése az egész terméknek, és akkor így alkotunk egy komplex dolgot. Ez a, ha lehet azt mondani, akkor ez a kultúrát pálinka a fogyasztásnak a, vagy ez lenne, vagy ez az útja, ezért dolgozunk. De sajnos még mindig az van, hogy feles pohár és gallér mögé, ahogy mondani szokták, tehát hosszú még az út. Igen, de mindezek ellenére látom, hogy pozitív, és hát ez kívánom, hogy maradjon, és így köszönjük szépen, hogy beszél. Köszönöm az interjút. Cseng.
keringőházban vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon jó rendezvény helyszín, vagy inkább úgy mondom, hogy egy jó kiszolgáló helyszín, hisz praktikus, itt van szemben a művelődési ház, ugye ott zajlik maga a bírálat, és itt tudjuk kiszolgálni a bírálókat és a segítőket. Ahogy most is látszik, hogy már ebédre terítenek. Most már ez a harmadik év, hogy ezt a házat béreljük, és hát nagyon reméljük, hogy a továbbiakban is így marad. Itt is alszanak, hisz annyit bírálnak, hogy innen azért nem szerencsés utána hazautazni. Ez nem azt jelenti, hogy lerészegednek, de hát nyilván mintát kóstolnak, mintát szednek a szájukba, és akár mennyire is, de valamelyest befolyásolja ezt a bírálókat. A segítőink meg zömmel, vagy kisegítő, vagy családtagok, vagy nagyon közelben lévők, vagy éppen bíráló feleségek, tehát hogy kézenfekvő, hogy akkor itt vagyunk, így együtt. És hát téged nem csak itt lehet megtalálni, hanem az imént még a bírálóasztalnál ültél. Igen, mert hogy egyébként igen, valóban alapító vagyok, alelnök magában rendben, és hát érzékszervi bíráló is. Ugyanakkor főállású szakács itt, hisz a vacsora az az én kezem, és ugye Kaptúr József elnök úrnak a vadpörköltje által lesz felszolgálva. Ez a családias jelleg, ez első perctől kezdve meghatározó magába a versenybe, és akár a közös reggeliztetés, vagy a közös vacsoráztatás, Nádas Elemér bácsinak a kis harmonika szójával kiegészítve, ez meghatározza a fővonalat. Ettől nem is nagyon szeretnénk szerintem eltérni. Itt például majd a vacsora alkalmával, gondolom lesz alkoholfogyasztás, vagy ilyenkor már így dugig vannak, és akkor már nem ez a téma? Mi a saját mintáinkkal nem neveztük, de viszont ide már hozunk saját pálinkáinkat, hisz mi is járunk az országban mindenfele versenyezni, mindenféle díjat hozunk el, többé-kevésbé, van, hogy nagyon jókat, van, hogy egy picit kevésbé jókat, de mi szeretnénk megkóstoltatni a sajátjainkat, illetve azok a bírálók, akik ide jönnek vendégségbe, ők is hozzák az övékét. És azért itt van egy kis csere, ehhez mit szólsz, ezekből lehet a legtöbbet tanulni. Egyébként ezek már kötetlen bírálatok, de gyakorlatilag egymásét kóstolgatjuk. Nem a lerészegedésről szól. Tehát, hogy nem, inkább azt mondom, hogy ez is egy szakmai kis eszmecsere. Bevált gyakorlat évek óta, úgyhogy működik. És már tegnap este az első vendégek, hogy megjöttek, ők azért már itt egymásét kóstolgatták. Úgyhogy ez ma folytatódik. Ez a féle pálinka mustra. Házi mustra. Ez már a bírálói mustra. Nem szerettünk volna a saját versenyünkön sem bírálóként, sem házigazdaként versenyezni. Ezt megtesszük hazánkon kívül, vagy hát megyén kívül bárhol. Akár Gyulán, akár Mohácson, bármerre, amerre jó verseny van. A pálinka verseny, illetve a pálinka mustra között lényeges különbség lehet, mert hogy a mustra az... Így van, van is. A mustra egy kicsit kötetlenebb, egy kicsit úgy mondanám, hogy a pálinka verseny az egy, hát maga, az egy verseny. A mustra inkább egy segítség, egy segítő kéz annak, aki készíti magát a pálinkát, hisz a mustrán jobban van rá alkalom, hogy beszéljünk a cefrekészítésről, a gyümölcsnek magáról a tárolásáról, a fajta választásról, és mindenről. Tehát, hogy mit tegyen bele, mit ne tegyen bele, nem akarom itt a cukrot hozni, mert ugye ez a legnagyobb probléma, de gyakorlatilag sokkal inkább tudsz közvetve beszélgetni a pálinka készítőkkel egy mustrán. A verseny, ez egy zárt verseny, ide meghívjuk azokat a bírálókat, akiknek ez a szakterületük, és adnak egy, hát én azt mondom, hogy azért egy objektív értékelést. Abból is lehet tanulni rengeteget, és kell is belőle tanulni, de a mustra egy picit más. Sokkal több mustrára volna egyébként szükség, akár itt a térségünkben is. Nem feltétlen csak szakembereknek, nem feltétlen csak pálinkafőzőknek, hanem merjenek az emberek nyitni, vagy tanulják meg a kultúrált pálinkafogyasztást? Ez a lényeg, most mondtad el, hogy tanulják meg a kultúrált
pálinkafogyasztást. Sokkal fiatalabb korosztálynak, tehát olyan 18 évtől, akkor így mondom már, kellene tudni, hogy mit szabad elfogadni, mit szabad nem meginni. Most ezt így csúnyán mondtam, de ez a lényeg, hogy mi az, amit nagyon kultúráltan vissza lehet utasítani. Ha olyan baráti, ismerős kör jön, ahol ilyen fiatalok vannak, akkor én határozottan szoktam kérni, hogy igenis adjanak a gyereknek belőle, hogy tudja, hogy mit nem szabad meginni. Mi is meg szoktuk mutatni, milyen az előpálat, milyen az utópálat, milyen az, ami finomabb, mi az, ami kevésbé finom, és a gyerek előttem így jön először. Tehát a szülő előtt igya meg, hogy a szülő tudja, hogy viselkedik a gyerek. Ezt ma nem nagyon tanítják, ki tudja, mit isznak, ki tudja, hogy viselkednek egy ilyen környezetbe. A kulturált pálinkafogyasztás az igenis ezt is jelenti. És nagyon sok felnőtt, most nem olyan nagyon régen idősekkel volt ilyen jellegű dolgom, és nagyon aranyosak voltak, 70 fölötti korosztály. Megtanítottam őket, hogy hogy tulipános pohárból, hogy isszuk a pálinkát, hogy kezdjük el illatolni, kortyolni az első kortyot, hogy veszük a szánkba, mit kell. Bocsánat, kortyolni? Tehát nem az, mint a magyar, hogy egy húzóra? Nem húzóra, hát akkor nem semmi. Tehát igenis kortyolni. Tehát, hogy igen, megforgatjuk a pohárba, megillatoljuk, megrágjuk egy kicsit a pálinkát, és amikor megrágtuk, és az első kortyot lenyeltük, akkor érezzük azt, hogy van egy gyümölcsössége, hosszú lecsengésű, rövid lecsengés. Tehát annyi mindent elmond egy pálinka, még a készítőről is. Ezt nagyon sokan nem tudják, most akik nálam voltak, nem a nagyon régen, idősebb korosztály, nagyon aranyosak voltak, azt mondták, hogy megtanulták, ezt se tudták. És egész másképp kezdi el az ember nézni. Másképp néz egy üveg pálinkára. Abban annyi munka van, abban annyi szeretetnek kell lenni, meg törődésnek. Onnantól kezdve, hogy választok egy gyümölcsfát, azt elültetem, metszem, növényvédelem, óvom. És hát amikor ugye beérik az első adag főzet, akkor nem mindegy, hogy bánok a cefrémmel. Ugye ez is nagyon fontos. Sokan kihúzzák a fa alá, jó van az úgy, 40 fokba lerongyol, se illata, se íze, semmilyen. Tehát, hogy ja, és jót elerakjuk cukorral, mert akkor jó sok lesz, öregapám is így csinálta. Ez már nem így van, nem is szabad így csinálni. Tehát, hogy ezeket meg kell tanulni. Irányítottan, hogy kell erjeszteni, hogy az olyan legyen. Hány fokos hőmérsékleten szabad-e nyitogatni? Hát ez nem pörkőt, hogy kavargatom. Tehát, hogy ezeket mind meg kell tanítani, meg kell mutatni. Azt tudja ezt hitelesen csinálni, aki maga is csinálja. Meg lehet mindent tanulni, nagyon jó szakkönyveket is lehet kapni. Én is így kezdtem, kiolvastam elejét, végéig, végétől visszafele, de a tapasztalat adja a legtöbb tudást mellé. És még én is mindig tanulok, meg még fogok is, remélem még jó sokáig. És azért ültem most egyébként, most ebéd után is be fogok ülni, kinéztem már, hogy melyik bírálóhoz, mert én is itt tanulok még sokat, és még mondom, szeretnék nagyon sokat. Hát ezt kívánjuk, hogy maradjon így, és legyen így, és minél több mustra szervezését kívánjuk. Köszönjük, hogy beszélt. Próbáljuk azt is, hogy a térségben a lehető legtöbbet. Tehát, hogy ahol van igény, nagyon szívesen keresni. Lehet titeket keresni, hogyha egy ilyen... Lehet keresni, ha van rá igény, kisebb települések, nyilván megbeszéljük a feltételeket, hány főnek érdemes. De természetesen nyitottak vagyunk. Tanulni soha nem késő. Köszönjük szépen.